A kuláküldözés áldozatainak emléknapja alkalmából június 29-én koszorúzás volt a katolikus templommal szembeni kopjafánál. Mint dr. Megmolnár Miklós, a Györfi István Nagykun Múzeum igazgatója beszédében elhangzott, a Magyar Országgyűlés a kuláküldözés idején tönkretett magyar gazdák emléknapjává nyilvánította Péter Pál napját, amely a hagyományok szerint a betakarítás kezdete is. A magyar parasztság s ezen belül a kegyetlen megpróbáltatásokon átment kuláknak bélyegzett nagy gazdák sorsának bemutatása ugyancsak ezek közé tartozik. Hosszú évtizedeken keresztül nem is lehetett róla beszélni. Az utóbbi néhány év emlékezései után teljesen elhallgatottnak sem mondhatjuk azonban, de mindenképpen fontos lenne róla többet beszélnünk. Erre ad alkalmat ez az emléknap is. Drámai sorsok sokaságával lehetne példázni, hogyan váltak a szorgos kétkezi munkával kenyerüket kereső gazdák, a Rákosi rendszer állandóan, mindenhol és mindenkiben ellenséget kereső, látó és gyártó politikájának áldozataivá. De kik is voltak a kulákok, és miért támadták őket a diktatúra, azon belül is az 50-es évek legsötétebb esztendeiben. Az orosz nyelvből átvett kulák szó a paraszti társadalomnak azokat a tagjait jelölte, akiket nagy gazdának szoktunk nevezni. A pártállam a kizsákmányoló kapitalista rendszer utolsó maradványaként tekintett az egyéni gazdálkodást folytató parasztságra, bennük a szocializmus építésének, a mezőgazdaság szocialista alapon történő átszervezésének, azaz a kollektivizálásnak akadályát látták. A kuláknak bélyegzett gazda a parasztságnak az a tagja volt, aki szorgos munkával igyekezett bekapcsolódni az árutermelésbe. Az így szerezett jövedelmet pedig nem felélte, hanem visszaforgatta a termelésbe. Így a saját kis birtokát fejlesztette, újabb földeket, igavonó állatokat vásárolt. Esetenként alkalmi munkaerőt alkalmazva igyekezett növelni a termelését. Kuláknak számított mindenki, akinek cséplőgépe korábban malma, kocsmája volt. Ám kulák volt az is, aki kereskedelmi tevékenységet végzett, így született meg az ipari kulák, illetve a kupec kulák fogalma. A beszédben a szónok részletesen szólt a kommunista diktatúra idején a magyar középparasztsággal szemben tanúsított kegyetlen üldözésről, s arról is, hogy milyen fontos ma is emlékeznünk a karcagi parasztgazda áldozatokra. Sok kulákkal minősített embert a lakásukból a házuk melléképületébe költöztettek ki, a házat pedig elfoglalták a helyi pártfunkcionáriusok. A gazdák tömegével menekültek el a földjeikről, miután azokat önként felajánlották az államnak. Többen voltak azonban olyanok, akik nem voltak képesek elviselni az zaklatásokat, és öngyilkosságot követtek el. Másokat otthonukban vertek agyon, számosan pedig a börtönökben elszenvedett fizikai bántalmazások következtében vesztették életüket. A kuláknak minősítettek megbélyegzése mindennapos volt. Minden igazolványokban ott virított a nagy K betű, amely gyermekeik neve mellett az osztálynaplóban is szerepelt. Ezeket a gyerekeket már a középiskolában is nehezen vagy egyáltalán nem vették föl, legfeljebb lakóhelyükről távol végezhették tanulmányaikat. Felsőoktatási intézménybe pedig még a legjobban tanulók sem kerülhettek be. Ennek következményeként a nagykorúvá lett gyerekek a községekből, falvakból elköltöztek, és munkásként elhelyezkedve több évi kihagyás után mármint munkásszármazással kerülhettek csupán az egyetemek, főiskolák hallgatói közé. A parasztnyúlzó intézkedéseknek, a magas adóterheknek, a beszolgáltatás egyre növekvő mértékének eredményeként 1952-53 terén a nagy padlás söprések idején 800 ezer gazdának nem maradt elég vetőmagja, hogy háztartásában elég élelem, a család ellátásához, hogy a háztartásában sem maradt elég élelem, a családja eltartásához sem.
Ezt követően a város nevében Gyurcsek János alpolgármester, Sári Kovács Szilvia alpolgármester és Rózsa Sándor jegyző helyezte el a Kopjafánál az emlékezés koszorúját. Majd a Nagykun Gazdakör, a Nagykun Polgári Egyesület, a Karcagi Ipari Park Kft., a Kátai Gábor Kórház képviselői hajtottak fejet az áldozatok emlékműve előtt. Az ünnepségen részt vett Faludi Sándor, a Kopjafa állítója is. Amivel feltétlenül a parasztságra, a vidékre, a még maradék kisgazdákra, a kisgazdákat nem pártot értek, hanem akik valójában szociológiai értelemben kisgazdák, a néhány hektárukon megtermelik a saját szükségletüket, sőt, ha összefognak, amire én változatlan inspirálom a gazdatársakat, hogy fogjanak össze, létesítsenek feldolgozó kisüzemeket, és akkor kilökik a kupeszeket a körből, mert úgy van ma is, még a nagygazdaságok esetében is, hogy a neheze az a gazdálkodóknak jut, a többit meg lefölözik a kupecek, én így nevezem őket, akik hát értékesítenek, főleg az értékesítő kupecek tesznek zsebre nagyon sok jövedelmet ebből, meg hát a feldolgozók is adott esetben.